gyerekek, ma ilyen kis pitypangot fogunk festeni. Ecsettel meg az ujjunkkal is megpróbáljuk. Én már kinyomtam, alapvetően három színre lesz ugye szükségünk. Barnára, zöldre, meg fehérre. Én most temperával fogok dolgozni, de sima vízfestékkel is megpróbálhatjátok. Először a barnát, a pitypangnak úgymond a kis középső kis dumó részét fogjuk megcsinálni. Most egy kicsit vizesre sikerült. Ez egyik. Utána kiabdítjuk az ecsetet. Szépen megtöröljük, vagy egy rongyal, vagy egy zsebkendővel, papírral, mindig. Utána jön a zöld rész. Csak így pár vonalat húzunk. Meg a száráda. Pitypangnak. Jó. És akkor mindjárt folytatjuk, egy kicsit hagyjuk száradni. Na, az enyém most már megszáradt. Én nagyon picit, én bevizetem az ujjamat, de nem, tényleg csak egy kicsit. És akkor a fehér temperába fogom én most belenyomni az ujjam. És akkor így csináljuk meg a pitypangnak azt a részét, amit el szoktunk fújni. Az ujjunkkal. Ecsettel is lehet, ha nem akarjátok az ujjatokkal, de így még szebb. Még jobb. Amúgy, ha szeretnétek, lehet más színnel is, nem muszáj ilyen fehér pitypangszerűt csinálni. Lehet rózsaszínnel is, vagy lilával. Azt rátok bízom. Olyat is lehet, hogy az egyik legyen fehér, a másik meg mondjuk színes. És akkor kész is vagyunk. Legalább kettőt csináljatok majd, jó? Sziasztok!